Kézzel írott igazolást ír a hiányzásról ez az orvos, amit később a gyermek vagy gondviselője jutatott el az osztályfőnöknek. Ez a régi gyakorlat változott meg idén szeptembertől az EST és a Kréta rendszer összekapcsolásával. Az egészségügyi igazolásokat ezentúl közvetlenül az iskolák kapják meg elektronikus formában. Ez a szülőknek és az orvosoknak egyaránt könnyebbséget jelent az alapellátó gyermekorvosnak a idejét, energiájának a nagy részét lekötötte a különféle okok miatt kért igazolás. Ezek sajnos nem mindig egészséggel kapcsolatos igazolások voltak, és nagyon sajnáltuk, hogy sok mindent az orvosokkal próbálták igazolni, ez adott esetben a pedagógusokat is érinti, meg a szülőket is uram, bocsán, muszáj megemlíteni egy-két dolgot, mondjuk érettségére készül a gyerek, pedagógus oldalról szül, elmentek kirándulni, ugye nem sikerült igazolni, na mennyire az orvoshoz, és az majd ad egy igazolást. Emellett nem minden egészséggel kapcsolatos hiányzás olyan, ami szoros orvosi felügyeletet és igazolást igényel. Eddig egy nagy forgalmú rendelés esetén az idő nagy részét az adminisztráció töltötte ki. Az alapellátó orvosok már évekkel korábban jelezték, hogy erre valamilyen megoldást kell találni. Ezen segített az új rendszer. Ehhez azért az, az oktatási intézményeknek is kellett tenni a dolgukat, mert ugye csak azok a gyerekek csekkolhatók így le, hogyha fel van véve a tajszámuk, meg, meg az adminisztrációk a két a rendben van, és az önállóan addig működött. Ezt a, összekötötték, és amikor én kiadom az igazolást, akkor azt a szülő nem kap semmit, és az a pedagógus már látja, hogy igen, ott volt, nem lehet kikerülni a rendszert, nem lehet csalni, nem lehet másolni, nem lehet sinkófálni, és akkor el van intézve, és akkor azt elfogadják a korrekt hiányzás. Tehát végtelenül örülünk neki, üdvözöljük! Újhely János úgy látja, kicsit még akadozik az újonnan bevezetett rendszer. Mivel az óvodák esetében több adminisztrációról van szó, nem készültek fel teljesen. Kiemelte, azért is jó ez az új struktúra, mert az igazolások így rögzítve vannak, és bármikor visszakereshetők.